Sziasztok! Kellemes szép napot mindenkinek az M3 autópark, egy Mazda 323-as FS van itt előttünk, van az előttem. Az autónk egy 2000-es évjátú dízelmotoros autó lenne, ami sajnos motorhibás, hát így kínáljuk eladással, remélhetőleg van egy jó szakértő köztetek, aki meg tudja oldani a problémáját. Valószínűleg tartjuk, ugye adagoló hibára gyanakodunk, hiszen nem kap üzemanyagot a jármű, úgyhogy ezeket egy-két dolgot azért teszteltünk rajta, és ebben a irányvonalban kell elindulni, aki meg akarja javítani. Érdemes különben, mert nagyon jó felszerelt és nagyon szép a belseje, és kívülről sem ugye elhanyagolhat ez a szép fekete szín. Tükrök, ablakok elektromosak, négy légzsákos, állítható magasságú kormány, üléslap magasság, könyöktámasz, illetve bőrkormány, ami előttünk van. Ezen kívül el tudjuk az autóra mondani, hogy szépen forgat, és hogyha adunk neki egy kis hideg indítót, nem akarjuk kínozni, akkor be is indulna ugye azonnal szerkezet. Láthatjátok, hogy indítózik szépen, és 230 ezer kilométert futott. Ennek ellenére a belső szépen egyben maradt a jövő számára. Manuális klíma és az ötös váltó. Belenézhetünk a motortérbe, mit látunk ott, illetve az elejét is meg tudom mutatni. A szélvédőjelz épp, nem kell erre költeni. A kötfény szóró is sajnos, így gondolom, belefolyott a víz, így kicsit bepárasodott, illetve megdöglött, maradjunk annyiba. Azt cserélni kell biztosan, itt vannak bent a jó dolgok. Méghozzá a motorja az, ami nem jó, viszont itt van velem. Sziasztok, Feri, Peti, látom, nekiálltatok, de én mondtam, hogy nem tudjátok megcsinálni. Hát a koncertő is keresi a megfelelő energiaforrást, hogy azért az autó beinduljon. Nem fog sikerülni nekik szerintem. Előtt búcsúznék, tőletek gyertek, ti is legyen a tiétek, illetve indítsátok be ti, és így legyen a tiétek, hogy jó az autó. A viszontlátásra!